Egymást érik a hőségriadók a nyári forróságban, amiből a gyulakonyha munkatársai szinte semmit sem vesznek észre. A másfél évvel ezelőtt átadott Nürnbergi utcai épületben, klimatizált konyhán, kellemes körülmények között készülnek az ételek. Ambrus György ügyvezető elmondta, a tavalyi nyár főpróbának számított, az idén már élesben és hatékonyan tudják használni a konyhai klímaberendezést. Az ügyvezető hangsúlyozta, a gyakorlatban tapasztalták és tanulták meg a helyes használatot. Amikor sok volt az elszívás, kevesebb volt a beáramló levegő, akkor itt jó idő volt, de nem tudtuk kinyitni az ajtót, hát ugye vákum keletkezett. Van nekünk ugye szemben, a kamera most alá tud világítani, 4 gőzpárolónk, aminek külön elszívója van, hogy külön elszívást igényelnek, meg nagyon sok olajos pára érkezik belőle, és nem egy szűrőn keresztül működik, és ha kettő együtt ment, akkor is problémát okozott. Ezt ugye ők nem tudták, mert az élet mutassa meg, hogy működik. A kettőt összehangoltuk, és hál' Istennek, mint ahogy most is itt tudjuk ezt mondani, 26 fok van ebben a konyhában, amikor már kint azért bőven 35 fok felett van a hőmérséklet, és én azt gondolom, hogy ez egy óriási segítség. A gluténmentes kenyér frissen kerül az ebéd mellé, a modern berendezéssel a sütése gyorsan, hőleadás nélkül történik. Léghűtés nélkül 50-60 Celsius fok körül lenne a konyhai hőmérséklet, ahol most is mintegy 3000 adag étel készül naponta. A tanévkezdéssel ez a szám 10 000-re emelkedik, az igényeket kiszolgálva 65 munkatársal együtt készítik napról napra a minőségi ételeket. Ambrus György kiemelte, a szezonalitás egész évben jellemző az étlap összeállítására, a nyár különösen színes palettát kínál mindenre. Nyári alma, van már nagyon jó édes nyári almánk, van egy őszi barackunk, van egy nektarinunk és van egy dinnyénk a jövő héten, és itt van a főtt kukorica, úgyhogy jövő héten két tábornak két főtt kukoricája is van. Nagyon kedvelik ezt a finom csemegét, úgyhogy megpróbáljuk ezt mindig betenni. Megpróbálunk egy picit köretekben is változtatni, nehezet elhagyjuk, teszünk be egy kis zöld salátát mellé, csak friss salátát készítünk. A gyulakonyhán teljes üzemben, egyszerre 14 üstben és több sütőberendezésben készül az étel, mégis öröm a főzés, köszönhetően a léghűtő rendszernek.